Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat. A mai délelőttön egy egyszerű, és mégis talán a legfontosabb kérdésre keresném veletek a választ. A kérdésemet meg is fogalmazom, és kíváncsi vagyok, hogy milyen válaszokat adtok. A kérdés egyszerű és költői, tehát viszonylag könnyű megválaszolni. Itt szól, hogy mi múlik a mi keresztény életünknek a minősége? Mind múlik a keresztény életünknek a minősége? Vagy talán még konkrétabban, mi a legfontosabb egy hívő keresztény embernek az életében? Milyen választ adnátok erre a kérdésre? Sok választ lehet adni rá, kíváncsi vagyok, hogy ti mit válaszolnátok. Tehát mind múlik egy keresztény ember életének a minősége, vagy másként megfogalmazva, mi a legfontosabb dolog az életünkben? Válaszoltok a saját szavaitokkal, vagy akár az igéből is? A reggeli imádságok. Tehát az imádság határozza meg a keresztény élet a minőségét, hogyha van időm az imádságra, akkor az élet a minősége is más lesz. Igen? Jó vagy a rossz utat választani? A választásaink. Széles vagy keskeny úton járok? Vagy milyen kapun lépek be? Igen? Van-e még konkrétabb gondolatotok? Edina? Azt mondom, hogy mennyire tudunk a Krisztus értékrendjével azonosulni, és neki engedelmes tudni. Ezt valahogy így lehet megfogalmazni, hogy mennyire él bennünk a Krisztus. Mennyire él bennünk a Krisztus, mennyire tudunk azzal az értékrenddel azonosulni, vagy mennyire akarunk azonosulni azzal. Éva? A lelki béke. Nagyon szépeket mondtok. És azt gondolom, hogy ez mind igaz, tehát, hogy nem nincs erre a kérdésre rossz válasz. Én egyetlen egy igével szeretném nyitani ezt a délelőtti Isten tiszteleti részt. Jézus maga mondta a fűpapi imádságának az elején, hogy az pedig az örök élet. És tudjátok folytatni ti is, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Jézus Krisztust. És hogyha most nagyon leszükítem a kérdésre a válaszomat, mind múlik a keresztény életünk minősége, azon múlik, hogy mennyire ismertük meg Jézust. És hogyha Jézust megismerjük, az értékrendje a miénk, akkor azt gondolom, miénk a békesség. Akkor miénk egy olyan ima élet, ami abszolút össze tud kapcsolni minket az Atyával. Akkor miénk a választásnak a képessége, hogy a keskeny utat tudjuk választani, akár a széles úton szembe menő keskeny utat is. És nyilván a megismerni alatt nem ismeret halmozást ért az ige. Tehát nem az, hogy minél többet tudjak az evangéliumokból, vagy az evangéliumokról, és leginkább az motivált a mai délelőttön, hogy azt próbáltam megfigyelni, hogy Jézus hogyan szólít meg embereket. Mert én azt gondolom, meg ez is közhelyszerű igazság, hogy Jézusnak minden emberhez van külön. Rengeteg csatorna, ő próbál bennünket megszólítani, bennünket elérni, és nyilván nem rajta múlik az, hogy a köztünk lévő kapcsolat tud-e mélyülni, hogy az Isten ismeret, Jézus megismerése az tud elmélyülni, az nem rajtunk múlik, illetve nem rajta múlik, hanem a mi válaszunkon. És én azt próbáltam átgondolni, nyilván nem a teljesség igényével, hogy a Jézusi hívásra hány és hányféle módon válaszolhatunk. És megpróbáltam kategóriákat felállítani, ez emberi kategória, de abban bízom, hogy a következő bő fél óra alatt kiki fog tudni majd azonosulni különböző karakterekkel az igéből. Nyilván az a cél, pláne így úrvacsora előtt, mert jövő héten úrvacsora lesz ugyanebben a gyülekezetben, hogy ezt a kérdést tudjuk átgondolni, és tudjunk úgy megerősíteni jövő héten szövetséget Krisztussal, hogy érezzük, hogy ő és a vele való kapcsolatunk tud mélyülni és szépülni. Én mindig a bevezetésnél maradva, Ellen White írja, hogy mi a megtérésnek a legegyszerűbb fokmérője.
Van egy ilyen kijelentése, biztos olvastátok Jézus életében, ha megtaláltuk a Messiás című fejezetet, ott írja azt Ellen White, hogy nem mondható valakiről, hogy megtért addig, amíg, és nem tudjátok, hogy hogyan folytatja Ellen White. Miről lehet látni legjobban azt, hogy valaki megtért vagy sem? Nem mondható valakiről azt, hogy megtért, amíg, Edina? Ami nem ér benne a vágy, hogy Krisztusról beszéljen az embereknek. Igen, így folytatja, de tehát ezek szerint akkor már úgy bennünk is ül ez a gondolat, bár lehet, hogy ezt most elemától függetlenül mondtad, de így folytatja egyébként Ellen White. András? Mint egy kereskedő az 1 méter fát 1,20-ra adja, vagy 0,80-ra. Igen, ez is egy gyakorlatias megközelítés, így van. Ellen White úgy folytatja, hogy nem mondhatja valakiről azt, hogy megtért addig, amíg fel nem ébredt benne a vágy, hogy elmondja másoknak, hogy milyen hű barátra talált Jézusban. Tehát nem elég az, hogy ott legyen a vágyban, hogy megosszam másokkal Jézust, persze ez elég, csak hogy milyen Jézust osztok meg az emberekkel. Azt, aki a világ megváltója, és ezért kell neked is elfogadom, mert mindenkiért meghalt, vagy azért, mert ő az én barátom. És én olyan közösségben vagyok vele, nekem olyan sokat jelent a vele való kapcsolatom, az ő ismerete, hogy ezt nem tudom és nem is akarom magamban tartani. Találtam egy kis történetet az interneten, ami bárgyú történet, de a csattanója miatt fogom felolvasni. Az igen mérlegén nem áll meg a háttered, csak az utolsó mondat miatt idézem. Talán olvastátok is már ti is, mert ez körözött több fórumon. Arról úgy kezdődik a történet, hogy meghal három ember is felmegy a mennybe, ugye ez eleve már egy furcsa helyzet, amikor ott ugye a mennyország kapuján zörgetnek, de így kezdődik a történet. És a kapuban egy ember megállítja őket, és kérdéseket tesz fel nekik. Ismeritek ezt a történetet? És az első embertől megkezdődik, ki vagy te? És mondja, hogy én egy híres evangélista vagyok. Sok könyvet írtam, még a tévén keresztül is szolgáltam emberek millióinak, és hát sokan megismerhették az Úr Jézust az életem által. Ez mind szép és jó, mondja neki az ember, de mond csak, ismerette az Úr Jézust? Hát persze, hogy ismerem, hiszen ahogy mondtam, sok embert én vezettem ő hozzá, híres evangélista vagyok. Oda megy a másik emberhez, és te ki vagy? Azt mondja, én egy híres lelkész vagyok, meg a gyülekezeteket alapítottam, és pasztoráltam a földön. Ez csodálatos tényleg, és mondta, ismered az Úr Jézust? Hát persze, hisz mondtam, hogy én híres lelkipásztor vagyok. Oda megy a harmadikhoz, na és te ki vagy? Hát, amint azt látod, én egy egyszerű öreg ember vagyok, csak az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem tudtam semmi nagy maradandó dolgot alkotni, nem lettem híres prédikátor, sem gazdag. Egy kis házikóban éltem, próbáltam sokat imádkozni, és igyekeztem, hogy hűséges maradjak Istenhez. Na és ismered az Úr Jézust? Persze, Uram, ismerlek téged. Ugye ennyi a csattanó. Tehát, hogy van-e személyes ismeret? Ha ez a feltétel az örök életnek, hogy Jézus mondja, hogy ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, és nyilván én is téged mutatlak be, és hogyha az Úr Jézussal van személyes kapcsolatom, és ha el tudom mondani, hogy ő nekem az a barátom, akiről le nem mondanék, és ezt a barátomat szeretném megmutatni másoknak is, hogy ők is a barátai lehessenek, akkor valószínűleg sinem vagyunk idézőjelesen. De a Bibliában nagyon sok példát látunk arra is, talán hogyha most tenném fel a kérdést, hogy ki az, aki igazán ilyen barátjának érzi Jézust, és menne is mondaná fűnek, fának, hogy a legjobb barátra lehet, akkor lehet, hogy páron csak egy óvatosan tennénk fel a kezünket. És a Bibliából is látszik és tapasztalható, hogy nagyon sokféleképpen lehet Jézushoz viszonyulni. És én arra vállalkozom, ahogy mondtam, nem a teljesség igényével, hogy hozzak példákat az igéből, hogy ki meddig jut, vagy meddig nem jut el a Krisztussal való kapcsolatában. Én három kategóriát állítottam fel. Az egyik kategóriában azokat az embereket, vagy embertípusokat soroltam, akik nem találkoznak Krisztussal. A másikban azokat, akik csak részben találkoznak vele, a harmadikban pedig azokat, akik teljes közösséget tudnak megélni vele. Nyilván az a cél, hogy a harmadikba tartozunk, de az első kettőben is találhatunk azonosulási pontokat. Sőt, én azt gondolom, hogy ahogy az életutunkat éljük, fogunk tudni azonosulni remélhetőleg mind a három állapottal. És én hiszem, hogy az a célja az Úr Jézusnak, az a célja Istennek, hogy bennünket ott tudjon maga mellett, az ő barátai között. Ahogy mondtam, kezdem az első kategóriával, akik nem találkoznak Krisztussal.
alcímnek azt hittem, hogy akik nem, vagy csak majdnem lépnek Krisztus felé. Ugye tanultunk ilyen majdnem emberről ma is a szombatiskola alatt a felnőttekkel. Én elmondanám, hogy milyen embereket láttam, vagy látok ezen belül. Tehát a Krisztussal nem találkozók között vannak a, úgymond a pogányok. Így ír róluk az ige is. Ateisták, Krisztuson kívül más dolgokban bízók. Ők azok az emberek, akiket nehéz megközelíteni. Találkozhatok már ilyen embertípussal. Ők ridegek, ők elzárkozóak. Nem érdeklődött, nem követik Krisztust. Vallástalan, hit nélküli emberek. És sokszor ezek az emberek a maguk útját járják a vélt szabadságuk tudatában. De az is lehet, hogy azért vannak itt ebben a csoportban, mert megkeseredtek, mert elszomorodtak, mert láttak olyan visszaéléseket, hogy ők azt mondják, hogy én inkább maradok egy jó pogány, mint egy kimutató keresztény. De attól még ezek az emberek nem találkoznak Krisztussal, és szomorú az ő állapotuk. És ezek a típusú emberek könnyen bízhatnak a saját kezük munkájában. Hisz azt tudják felmutatni, mint értéket, mivel másban nem bíznak. Ugye ezek az a típusú emberekhez szólt már Mózes is, az 5. könyvben olvassuk, hogy és ne mondd ezt a te szívedben, tudjátok folytatni, ugye? Hogy az én kezem és az én hatalmam ereje szerezte nekem ezt vagy azt vagy amazt a gazdagságot. Ugyanebben a csoportban sorolható, én úgy neveztem el, hogy a Lámekek. Ki volt Lámek? Tudjátok-e? De még a Genezis könyvének a 4. fejezetében olvasunk róla, hogy az ősvilág egyik ikonfigurája volt. Az első ember, akiről azt olvasok, hogy több felesége is volt, és Lámek mondja azt 1 Mózes 4.23-24-ben, hogy mondta Lámek az ő feleségeinek, ó, Háda és Cilla, hallgassatok szomra, Lámek feleségei, halljátok beszédem, embert töltem, mert megsebzett, ifjat töltem, mert megütött, ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ez is egy szemlélet. Ez is egy gondolkodás. Lámek az, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy merre akarok haladni, én tudom, hogy mit akarok az életben, én kialakítom a saját erkölcsi rendszeremet, és én mindazon embereket ide soroltam, akik valamilyen hamis tanítást, valamilyen hamis bálványt követnek. Lehet, hogy az életben sokra jutnak, sokan bálványozzák őket. Lehetnek itt híres emberek, filozófusok, filmszínészek, énekesek, sportolók. Nagyon sok ember követi ilyen Lámekeket. De nem megtérők ezek az emberek. Hogyha azt nézzük, hogy vagy megkezdjük tőlük, hogy és milyen a Krisztussal való kapcsolatod. Ismered a megváltódat? Mert a Biblia azt mondja, hogy az az örök élet. Annak van örök élete, aki ismeri az Úr Jézust. Aki befogadta őt a szívébe. Ők azok az emberek, akikre azt mondja Jézus a magvetés példázatában, hogy olyan a szívük, mint az út, ahova leesik a mag, de nem tud még csak a csillatás sem elindulni, mert jönnek a madarak és elkapkodják azt. Tehát se a pogányok, se a Lámekek nem nagyon találkoznak Jézussal. Aztán egy kicsikét talán beljebb vannak, úgy neveztem el őket, hogy az egyiptombeliek. Ugye így beszél részben a 10 parancsolat első parancsolata is, hogy az Isten az, aki kihozza az embereket Egyiptomból, a bűnvilágából. Az egyiptombeliek viszont azért is neveztem el így őket, mert ők maradnak a bűnben, maradnak a bűnvilágában. Egyiptomból sokan vágyakoztak, és sokan ki is mentek, de tudjuk, hogy hányan mentek be Kánaán földjére. Mert bár kimentek Egyiptomból, de mégis a lelkükben egyiptombeliek maradtak. És az a kérdés, itt talán már kicsit érezhetjük néha az azonosulást, hogy mi vajon hol vagyunk. Azt olvastam egyszer Tutoritnak a jegyzetében, egy nagy gondolkodó mondta, hogy amilyen természetes, hogy a hajó a vízen úszik, annyira nem természetes, hogy a víz a hajóban legyen. És ezt a példát arra mondta, hogy a keresztények is a világban élnek, de nem kell, hogy a világ a keresztények életén belül legyen. És az egyiptombeliek így működnek. Vágyódnak kifelé, vágyódnak egy jobb, egy szentebb, egy igazabb élet felé, de megtűrik, hogy ott legyen a víz a hajójukban.
Én ide azt mondtam, ők a megfigyelő, moralizáló, gondolkodó emberek, de Krisztust nem követik, Krisztust nem ismerik. És azt látom, hogy lehet sokszor úgy is moralizálni, akár itt egy szombatiskolán vagy más alkalmakon, hogy közben nincs valódi megváltunk. Ide jöttem még a Herodeseket. Egy Herodes típusú ember lehet, hogy felteszi a kérdést, hogy mi az igazság. Tudjátok, mi történt Herodessel a kérdése után? Amikor Jézus így elgondolkodhat, igazán nem találkozott vele, miért nem hallotta meg a választ? Arra a kérdés, hogy mi az igazság. El tudta mondani Jézus a válaszát kérdésre? De nem tudta elmondani. Hangos volt a tömeg. Hangos volt a világ körülötte. És hagyta, hogy ez a hangosság azt a halk és szelíd hangot, amit Jézus tudott képviselni felé, azt megoldsa. Tehát nem is tudott igazán találkozni Jézussal, mert erősebb volt a világ hangja. Vagy ott van, ma tanultunk róla egy Agrippa, vagy Agrippák, aki azt mondja ki, hogy ugye Pálnak, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek. De van egy énekünk a majdnem működésről, ugye? Ismeritek azt az éneket. A majdnem az kevés. A majdnem elindultam, az azt jelenti, hogy nem indultam el. A majdnem ott voltam, az azt jelenti, hogy nem voltam ott. És hát szomorú ezt a csoportot látni, akár azokat a pogányokat, akik ridegek elzárkóznak, vagy magukban bíznak, akár azokat, akik látszólag vágyakoznak, de maradnak Egyiptomban, ezeket a Herodeseket, Agrippákat. És az a szomorú, és nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy én is sokszor vagyok úgy a hétköznapokon, mint Agrippa, hogy még akár el is kezdek lelkesedni azért, hogy hát most jó lenne lépni, most majd elindulok és lépni fogok. Tehát ezek erőfeszítéseket aztán könnyebb a nehézségi erőre hagyatkozva visszaülni a régi megszokott közegembe. Krisztus nyilván arra vágyik, hogy ne legyünk abban az osztályban, akikről elmondhatjuk, hogy a valóságban nem találkoznak vele. De most szeretnék rátérni a második csoportra, akit én úgy határoztam meg, hogy a Krisztussal részleges közösséget találunk. Akik lépnek ugyan, de nem tudják, hogy mit jelent az, talán ide te említetted ezt a fogalmat, hogy Krisztusban lenni. Mit jelent benne lenni? Egyszer voltam egy keresztény konferencián, még nem adventista koromban, és volt ott egy előadó, aki beszélt a különböző keresztény típusokról, és ő úgy nevezte ezt az első csoportot, illetve többről is, én most többről beszélek, mint ő, de ezt a csoportot, amiről most szólok, úgy nevezte, hogy a Sputnik keresztények. És azt mondta, hogy azért Sputnik keresztények, mert gyakran működnek úgy, mint egy rakéta. De hogyan működik egy rakéta? Hogy amikor fellövik, akkor egy jó darabig intenzíven halad fölfelé, de mi történik vele egy bizonyos pont után? Amikor elfogy az üzemanyag, hogy akkor nem tud tovább menni fölfelé, akkor a pálya az egy másik irányt vesz, és jön egy akár ugyanolyan sebességű idővel zuhanás lefelé, visszafelé. De tudjuk, azok, akik egy bizonyos hatásra látszólag nagyon aktívak, és Krisztus értékű lelkület vezeti őket, és aztán jön egy törés, és ugyanazzal a sebességgel mennek vissza, vagy a világba, vagy nagyon mélységekbe, vagy egyfajta közönösségbe. És én megfigyeltem a gyülekezetünk sorai között is ilyen típusú embereket, akikről azt hallom, vagy olvasom, vagy látom, vagy tapasztaltam is, hogy megszigyenítő buzgósággal, szeretettel, szorgalommal munkálkodtak, és aztán valamiért leülnek. És nem tudom, ismertek ti ilyen embereket? Vannak példák a Bibliában is. Júdás például tudott égni Jézusért. Mit gondoltok? A tanítványi körből. Amikor Júdás Jézus követésére szánta el magát, akkor abban minden motiváció csak gonosz és önző volt-e? Nem, ugye? Akik Jézus követték, azért azok nagy áldozatokat hoztak. Ott hagyták a családjukat, sokszor a gyermekeiket, a munkájukat. Vállalták az együtt nyomorgást, a nélkülözést, mert valami óriási kincset fedeztek fel.
És azt gondolom, hogy Júdás is, ahogy Ellen White írja, nagyon sokszor igazán mélyen megrendült és megindult, és óriási lépéseket tett. De mivel lezárt, és a kegyelem nem tudta áttörni nála az önzésnek a valódi gátjait, így elsötétült. Én ide sorolnám a példázat szerint a házat egyszer kisöprőkkel. Azok az emberek, akik felbuzdulnak és valóban kitisztítják a házukat, azok lépnek. Azok nem végetlenül söprik ki házat, vagy hagyják kisöpörni a házukat. De tudjuk a példázatot, hogy mi történik akkor, amikor bemegy oda a gonosz. És annak a háznak a veszte sokkal nagyobb lesz. És bizonyára ismertek olyan embereket, akik csalódtak Istenben. Akik keserű, neheztelő lelkületű emberek. És lehet, hogy oka is van annak, hogy ők keserű kedvűek, ők csalódottak. Legtöbbször az, hogy nem tudnak kilépni abból, hogy a veszteségük, a fájdalmuk, a törés az életükben, ez egy olyan szintű problémát okozott, amit nem tudnak elfogadni, vagy nem tudják Krisztus kezére bízni, vagy nem akarnak a fájdalom mellől kilépni, és másik oldalról látva az isteni perspektívát megtalálni. És bizony azt gondolom, hogy egy bűnös világban élve könnyen megkísérte bennünket ez a lelkület. Hogy csalódunk. Ha nem is mondjuk, hogy Istenben csalódunk, de csalódunk az emberségben, csalódunk a testvéreinkben, csalódunk a jóságban vagy a szeretetben, és már nem bízunk, már nincs hitünk arra, hogy Krisztusban vagy Krisztussal együtt megtalálhatjuk a gyógyulás útját. Eszembe jut több ember is az életemből, akik nálam komolyabb veszteségeket éltek át. Most a múlt héten is egy ilyen barátunk látogatott meg, aki elveszítette a feleségét. És olyan megrázó volt látni a hitét, a fájdalmát is, ahogy elsírta magát többször is a beszélgetéseink alatt, de a hitét és a kapaszkodását Istenbe, és abba, hogy ő jóságos. És egy ilyen háttér, amikor ki tudja valaki mondani, hogy Isten jó és Isten szeret engem, miközben szeretett felesége nincsen mellette. Ez mindenképpen az egyik legszebb evangelizáció lehet Krisztusról. Én ide a Krisztussal csak részlegesen találkozók mellé soroltam be a rajongók vagy lelkesedők mellett az örök barátkozókat. Szoktok is mondani, hogy vannak az örök barátkozók. Én úgy fogalmaztam meg, hogy ők azok, akik az igazságot követik, de az elköteleződéstől mégis félnek. Ott vannak a döntés előtt, de nem hoznak döntést. És most nem arra gondolok, hogy a döntést arra mondjuk, hogy megkeresztelkedjek a keresztényben közösség sorai között. Ez is lehet egy döntés persze, mert nem egy közösséggel kötünk elsősorban szövetséget a keresztség nyomán, hanem a megváltunkkal. Nem az a kérdés, hogy tényleg a Krisztussal való kapcsolatomban hozok-e ilyen döntést. Vagy olyan döntést, hogy én akarom hagyni, hogy ő be tudjon világítani az életembe teljesen. Nem hagyok magamnak olyan ajtókat, hogy na itt csak én megyek be. És majd, ha én akarok, bemegyek, és senki más, pláne Krisztus. És persze itt is lehet sok oka annak, hogy valaki ezen a szinten megreked. Hogy nem mer igazán lépni, nem mer igazán dönteni a megváltója mellett. Ennek lehet számos oka. Ott van például, hogy csak egy példát mondjak az igéből, a vakon született fiúnak a szülei miért nem követik Jézust. Nyilvánvaló csodát tapasztalnak meg, a gyermekük vak volt, és ők tudják, hogy vak volt, és tudják, és látják, hogy lát. Hát milyen lehet egy szülőnek megtapasztalni azt, hogy a gyermeke, aki gyermekségétől fogva fogyatékkal él, hirtelen egészséges. Ez mindenképpen egy óriási dolog, nem? És mi volt az ok annak, hogy a szülők mégsem követték Jézust? Mi volt az oka? Hogyan fogalmazza meg az ige maga? Emlékeztek? Féltek, hogy milyen következményei lesznek mindennek. És nyilván nem csak másoktól félhetek. Félhetek a következményektől. Félhetek attól, hogy ha én rálépek arra az útra, hogy én valóban keresztényé válok, akkor mi minden következménnyel jár ez. És félhetünk attól is, hogy
nem másoktól félek, hanem mondjuk attól félek, hogy elveszítek embereket. Számomra fontos embereket. Azért nem lépek, mert fontosak nekem a körülöttem lévő emberek is. És tudom, hogyha lépek Krisztusért, akkor őket, az ő szeretetüket, az ő megbecsülésüket elveszíthetem. Vagy azért félek lépni, mert tudom, hogy lépnem kéne, de nem akarom őket elengedni. Itt van például Éli példája. Tudjuk, hogy ő mit élt meg a fiaival. Tudta, hogy neki lépnie kellett volna. Kiállnia bátran és az erkölcsi alapelveket képviselni, de nem tette. Tudjuk, hogy Dávid sem volt képes megszomorítani a fiait. És ennek milyen következményei lettek. Én úgy látom, hogy ezek az emberek azok, és én is gyakran tartozom ide, akik az életüket részben átadják, de félnek döntést hozni. Félnek elindulni, ahogy a Vöröstengernél el kellett indulni a népnek, és akkor nyílt ketté a tenger. És azt gondolom, hogy ha látjuk, hogy testvéreink, vagy vendégeink, vagy bárki közelünkben ilyen állapotban van, leginkább azzal tudunk segíteni, hogyha látják a mi életpéldánkat. Ahogy kiemeltük a szombatiskolából is, hogy egy keresztény ember minősége az nem arról szól legtöbbször, amit mond, hanem arról szól, aki. És hogyha azt látják, hogy én merek lépni, én merek dönteni, én merem vállalni a következményeket, legyenek azok jók vagy rosszak, az mindenképp egy példa lehet. Tehát lehetséges, hogy valaki azért nem találkozik Krisztussal, mert rajongó, lelkesedő, Sputnik keresztény. Lehet, hogy azért, mert ott van mindig a tűz közelében, de mégsem tud megmelegedni. És én ide soroltam azt a harmadik csoportot, ahol a legtöbb alcsoportot is találtam, a test szerinti Izrael. A test szerinti Izrael. Beszél a test szerinti Izraelről az ige sokszor, akik test szerint, születés szerint, a hagyományok alapján Isten népéhez tartoznak. Én is hallottam már ilyet testvérektől, hogy én már 5. generációs adventista vagyok. Tehát én azért vagyok több, hát nálam mindenképp egyébként, mert hogy én főiskolás voltam, amikor találkoztam először az adventista hitelvekkel. És azt gondolom, hogy ha valaki 5. generációs adventista, az egy óriási kiváltság is lehet, nem? Tehát ha valakinek már az ők szülei is adventisták voltak, az micsoda lehetőség. Persze nem mindig ezt mondják nekem azok, akik beleszülettek egy közösségbe, mert ennek vannak előnyei is, és lehetnek hátrányai is. Ha az őseim, a szüleim, a nagyszüleim nem Krisztus mutatták be nekem, hanem egy törvényeskedő vallást, vagy egy olyan vallást, ami nem feltétlen törvényeskedő volt, de nem volt benne ott a megváltó, akkor az visszaüt. Ugye? Ezt ti is tapasztaltátok mindannyian, akik akár beleszülettetek egy test szerinti izraeli állapotba. De én azt gondolom, hogy test szerint Izrael lehet, vagy ilyen működésű lehet minden ember, aki egyszer döntött az igazság mellett, és azt gondolja, hogy ez elég. Én döntöttem, én csatlakoztam Isten népéhez, legyen az bármelyik közösség most, nem ez a lényeg. Akik lehet, hogy megismerték az igazságot, még az is lehet, hogy megszerették, de nem feltétlenül találkoztak az igazsággal magával. Nem tudom, hallottatok-e már ezt a kérdést, vagy tették-e már felnéltek, hogy te mikor ismerted meg az igazságot? És ez egy jó kérdés, csak mit értünk igazság alatt? Mert ha az út, az igazság és az élet Jézus Krisztus, akkor erre nem az a jó válasz, hogy elmentem egy igehirdetésre, és akkor ott nagyon elgondolkodott az, amit hallottam a lelkésztől, vagy mondta nekem is egy testvérünk, hogy én úgy tértem meg, hogy valaki átjött és mondta, hogy vége lesz ennek a világnak, és te is el fogsz kározni, mert itt dohányzol, meg húst eszel, és az élete nagyon elszélte magát, és gyorsan megkeresztelkedett, mert félt attól, hogy az ítélet eléri. De ugye nem feltétlenül az igazsággal magával találkozott, hanem a Biblia igazságainak egy olyan halmával, amit elé raktak, hogy ha te ezt nem éled meg így, akkor te elkárhozol. És én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kérdést feltesznek, hogy mikor ismerted meg az igazságot, akkor erre mondhatjuk azt, hogy hát attól függ, mit értünk igazság alatt. Mert az igazság az maga Jézus Krisztus.
És a legfontosabb kérdés az, hogy te hogyan szeretted meg a megváltódat. Hogyan szeretted meg az igazságot magát. Mi van akkor, amikor ismerem az igazságot, meg is tartom, amit tudok. Mi úgy szoktuk mondani, hogy izomból valaki megtartja. Izomból nem iszik. Ezeket szoktuk mi száraz részegeknek nevezni. Mert nem iszik, de az élete az nem kiteljesedő, nem józan életet él. Egyszer mesélte az egyik rehab táborosunk, hogy nem ivott már 2 éve. De olyan feszült volt, hogy szét tudott volna robbanni. És annyiban volt nehezebb, hogy nem ihatott, mert úgy élte meg, hogy ő nem ihat. De nem felszabadult, hogy én szabad vagyok arra, hogy ne igyak. És mesélte, olyan feszült és ideges volt, hogy belerugott a házfalba, és eltörte a lába ujját. És ahogy sántikált és csoszogott tovább, elment a disznó mellett, és nézte a malacot, ahogy nézett rá, és úgy látta, hogy még a malac is rajta röhög, és fogta és belecsapott a kezével az orrába, de ugye olyan erős csontja van a disznók, az a túrja fel a fagyott talajt is, hogy aztán eltört a keze is. És mondta, hogy a törött lábával meg a kezével ott sántikált tovább, és elgondolkodott, hogy hogyan is éli ő a hétköznapjait. Hogy mennyire van ott az életében a valódi hála, a valódi öröm, a valódi felszabadultság. És aztán ő is egy kereszt lábainál tudta letenni a terheit, és szabadult fel teljesen, amikor találkozott a saját megváltójával. Nem elég egyszer dönteni Krisztus mellett. Azért nem elég, mert ez önmagában nem fog megszentelni engem. Krisztus nem azt akarja, hogy egyszer döntsek mellett, aztán utána hagyom békén. Azt akarja, hogy ha mellette döntök, akkor járok is vele. Amikor megtértem és hallgattam hát mindenféle zenéket, olyan keresztény zenéket is, amiket ma már nem hallgatnék, volt egy olyan előadó, nagyon megérintett az élete, az élettapasztalata, úgy hívják, hogy Keith Green, nem tudom, ismeritek-e az ő nevét, még mi is forgalmaztuk könyveit. Ő egy olyan fiatalember volt, akit egész hamar felkaptak, már gyerekkorában ukulelézett és zongorázott, és tévés műsorokban szerepelt, aztán, ahogy szokott lenni a gyermeksztárokkal, így elveszett. És próbált betörni a showbizniszbe később, és a hippi korszakban, 60-es, 70-es évek Amerikájában mindenféle lebújokban zongorázott, de nem nagyon tudott betörni a köztudatba, aztán megtért. Találkozott Krisztussal. Megismerte a megváltóját, és elkezdett másfajta zenéket írni, és játszani, és énekelni. Sokunk számára valószínűleg idegenül csengene az a fajta zene, amit ő írt, de nekem nagyon megérintő volt egy-egy gondolata. Egyébként ők azt csinálták, hogy kiköltöztek vidékre, elkezdtek ott földműveskedni, maguk mellé vettek rengeteg embert, újságot adtak ki az Idők jelei címmel, és hát tehát nagyon szép munkát végeztek, egy külön szolgálatban tömörülve. És ez a fiatal ember, hát úgy élt az életét a felesége, hogy volt 2 fiúk, egy kislányuk, és a felesége terhes volt a 4. gyermekükkel, amikor egy kis repülőgéppel lezuhant a férfi, és a 2 fiával együtt szörnyet haltak. És otthon maradt a felesége terhesen, és egy kislánnyal. És a felesége megírta aztán az életrajzát a férjének, Nincs kompromisszum címmel. És ez volt a Keresztény Egyetemnek az első olvasmánya. Ajánlom figyelmetekbe ezt a könyvet, tényleg nagyon elgondolkodható és megérintő. Az a Krisztusért égés, ami ebből az életrajzból is kicseng. És ő írt azt az egyik zenében, mintha Jézus szólítaná meg az embereket, hogy ha nem tudsz hozzám jönni minden nap, ha nem tudsz találkozni velem minden nap, ha nem akarsz velem találkozni, akkor mi értelme van a közösségünknek? Ő nem arra vágyik, hogy csak egyszer-egyszer döntsünk mellette, hanem arra vágyik, hogy együtt tudjunk járni. Ide tartozhatnak azok az emberek, akiket Jézus úgy jellemzett, hogy a köves talajú emberek. Mi történik a köves talajban a maggal? Ki tud sírázni? Ki tud, ugye? Tudnak úgymond örülni az igének a köves talajú emberek? Tudnak, de azt olvasok, hogy nincsen igazi gyökér. És hol lepleződik le a köves talajú ember?
Hol lepleződik le az a keresztény, aki Krisztussal nem szoros közösségben él, hanem csak részleges közösségben? Mi a köves talajú ember számára az erős napsütés, tűző nap vagy a viharos szél? Mit jelképeznek ezek a természeti képek? Az élet nehézségeit, ugye? Ott lepleződünk le sokszor, hogy hogyan állunk meg, mint emberek. Egy-egy helyzetben, itt a gyülekezetben is. Én tudom, hogy vannak most is feszültségek. Készülök most is beszélni egyetőkkel, másokkal, hogy hogyan tudunk együtt haladni, együtt dolgozni, rendezni ezeket a problémákat, feszültségeket. Mert kevesen vagyunk, és fontosnak tartom, hogy tudjunk összetartani valahogy. De mi van akkor, amikor ezek a kevésbé napsütéses, viharos időszakok tényleg megmutatják azt, hogy mi van a szívünkben. És kiderül, hogy nem Krisztusi a lelkületünk. Nem Krisztust képviselem, vagy nem őt élem. Akár abban, ahogy egy testvérem viszonyulok, akár abban, ahogy egy testvérem viszonyulására reagálok. Mert mind a kettőben elrepeződhetünk sokszor, testvérek. Én is. Tehát, hogy nem akarom magam kivonni ebből. Azt oszlottam meg most is a szombati iskolán, hogy az elmúlt napokban komolyan kellett küzdenem, és biztos vagyok, hogy ezért is vagyok rosszabbul fizikailag, az indulataimmal, a nehezteléseimmel. Hagytam, hogy ezek felnőjenek, és nagyon bántott az, hogy éreztem azt, hogy engem mérgez a harag, a neheztelés, és mások isszák meg a levét. Rajtam kívül mások is. Ezek a típusú emberek gyakran hallgatják az evangéliumot, akár szerelmeskedő énekként veszik az ajkukra, hogy a jószövetségi ígét mondjak, akár még kutatják is azt, de Krisztussal nem találkoznak a valóságban. Ők a laudícia beliek, hogy egy-egy jó és ismert képet is mondjak. Mi jellemzi a laudícia belieket? Nagy ismeret, jó beszédkészség, jó magaviselet, de szívük mélyén nem találkoznak Krisztus, az ajtón kívül van. És ugye zörget. A feddéseket hallgatva a laudícia bélek sokszor bólogatnak. De ha a laudícia bélek vagyunk, akkor lehet, hogy nem tudjuk magunkra nézve alkalmazni. Vannak látszólagos eredmények, van látszólagos változás, és ha megnézzük, például elgondolkodtam azon, mit látnak belőlünk az emberek. A világban élő emberek mit látnak? Az asszonyok nem hordanak ékszert, nem festik a hajukat gyakran, vagy csak egy-kettő, akár szoknyában is járnak, nem eszünk húsféleségeket, egyesek állati eredetűt sem, nem olvasunk ponyvaregényeket, nem járunk világi szórakozóhelyekre, nem barátkozunk bizonyos embercsoportokkal, például az ezoterikusokkal, politikai pártokkal, népegyházakkal. Tehát látszólag szigorú szabályaink vannak. Egy külső szemlélő számára próbáltam átgondolni. De mi van akkor, ha nekünk ez mind-mind nincs meg, és mi Krisztusunk sincsen? Az egy elég szomorú állapot, nem? Egy elég örömtelen állapot. Azt olvastam egy Moárcsi Zoltán nevű ember cikkében, hogy laudícia készséggel elismeri, hogy hitetlen, vak, langyos és bűnnel fertőzött, ugye még tanítjuk is, de konkrét esetekben éppen laudíciai állapota miatt képtelen alázatosan bűnbánatot tartani és gyakorlati életén változtatni. Ez a szomorú paradoxon. Tudom, hogy laudíciában vagyok, és mégis maradok laudíciában. Ez is egy lehetőség. Vagy az utolsó csoport ebben a második rétegben, úgy neveztem, hogy a gazdag ifjúk. A gazdag ifjúk azok, akik egyszer-egyszer megindulóak. Akik hallanak egy prédikációt, vagy látják Jézust, és tapasztalják az ő szeretetét, és ugye ő is odafut, és mondja Jézus lábainál, hogy Uram, mit tegyek, hogy az örök életet elérjem. És nagyon tetszett, ezt a Tóth Gábort hallottam erről beszélni, és azt mondta, hogy az igazi keresztény élet nem az imádságban látszódik, hanem az imádság után. Nem az úrvacsorakor, hanem az úrvacsora után. Nem az igehirdetéskor, hanem azután, amikor lelép a lelkész, vagy bárki kimegy innen az imaházból. És amikor találkozott Jézussal a gazdag ifjú, akkor nem azt olvasok, hogy örömmel távozik, hanem azt olvasjuk, hogy megszomorodva és csüggetten hagyja ott. És nem az a baj, hogyha nem szeretjük Krisztust, hanem az, hogyha inkább szeretünk mást.
Mert ő szerette, és Jézus is viszont szerette ezt a fiatal embert, de meg tud-e születni bennem az inkább szeretem a Krisztust gondolat. Inkább őhozzá ragaszkodom jobban. És ezt a csoportot, a Krisztussal nem találkozókat az jellemzi, hogy önmagukat nem ismerik, önmagukat túlértékelik, és amikor szembesülhetnének az állapotukkal, a sérüléseikkel, akkor inkább tovább mennek. És ezek a csoportok nem boldogok, nem hálások, és nem jutnak a mennybe. De szeretnék, és elnézést kérek, ahogy nézem, mindjárt dél van, vagy talán már dél is van, a legfontosabb csoportról beszélni. A Krisztussal találkozókról. Hogyan, milyen módokon találkozhat valaki Krisztussal, erre nézve is nagyon gazdag a Biblia jelenrajzoknak a sokszínűsége. Én 3-4 ilyen csoportot szeretnék veletek megosztani, biztos, hogy van több is. Tehát tovább gondolásra ajánlom a témát. A Nikodémusokkal kezdeném. A Nikodémusok azok, akik, őket lehetne talán a lassan megtérőknek nevezni. Ők azok, akik gondolkodnak, akik nehezen lépnek, akik akár forgatják a fejükben éveken át mindazt, ami hatás éri őket, benyomást, amit tapasztalnak, és a krisztusi hatások szépen lassan átformálják a szívüket. Ugye ő látszólag a farizeusokhoz tartozó volt, de amikor Jézus meghalt, akkor mit csinált Nikodémus? Akkor tudott lépni, ugye? És nem kis és nem bátortalan lépéseket tett. De neki kellett az, hogy szépen, fokozatosan, de kinyitva az isteni hatásnak, a krisztusi befolyásnak átadja az életét. Ha eljönnek a nehéz idők és próbák, akkor a Nikodémusok jönnek, fellépnek és győznek. Aztán beszélhetnénk a Péterekről és a Dávidokról. Milyen emberek a Péterek és Dávidok? Ők azok, akik szeretik Krisztust, elmondható, hogy tényleg szeretik, de nem ismerik önmagukat. És magukról talán többet, sőt nem is talán, magukról többet gondolnak, mint szabadna. Nem vesztes magatartás, de ebből is meg kell térni. És én azt gondolom, hogy vannak a gyülekezeteinkben is sok emberek, akik nem sok vizet zavaróak. Na, a Péterek, Dávidok nem ilyenek. Ők azok, akik közül sokszor feszültség is van. Azért, mert hát lehet, hogy a vehemenciájukból, a darabosságukból fakadóan ők nagyobb hibákat követnek el. De én azt gondolom, hogy akikkel baj van, lehet, hogy nagyobb reménységünk van, mint azokkal, akik csak úgy csendben megülnek, és nem történik körülöttük semmi. Tehát nekem nem baj, hogyha valaki. Az se, hogyha Nikodémus is szépen lassan csendben figyel. De az se legyen baj, hogyha valaki gyülekezetben inkább péteri vagy dávidi lelkesedéssel, impulzivitással megy előre, ne ítéljük el az ilyen típusú embereket, mert szükség van rájuk. Ők azok, akik tényleg óriási dolgokat tudnak tenni Krisztusért. A Péterek a küzdők, a hibázók, a Krisztust megtagadók. Dolgozni akarnak, de emberek. Időnként járnak a vizen, aztán elsüllyednek. Időnként megtapasztalják, hogy mit jelent az, amikor 3000 ember megtér a prédikációjukra, aztán meg kell őket esetleg feddeni, hogyha a törvénykedésnek a működésébe. A Dávidok is küzdők. És ha megnézzük Dávid működését, amúgy sokat beszélgetünk mostanában a góliáti történetről. Hát micsoda hite volt Dávidnak ott, nem? És micsoda hitetlensége volt később, számos esetben. Tehát egyszer így nézünk fel rá, egyszer pedig így nézhetnénk le rá, hogy hol is van. De Krisztus az eljutók, Isten szíve szerinti király volt Dávid. És példa mind a mai napig. Aztán ott vannak a vámszedők, a bűnösök és a paráznák. Az ákeusok, akik ha nem látják Jézust, akkor mit csinálnak? Fölmásznak a fügefára. Akik tudják és érzik, hogy jogosan van feléjük az emberi előítéletnek az óriási hulláma. De nem azt mondják, hogy nem látom Jézust, eltakarják mások előlem, hanem mennek. Nem mondják azt, hogy távozok ebből a gyülekezetből, mert itt micsoda emberek vannak. Nem emberekre néz. Nem azt mondja, hogy én nem látok tőle, akkor elmegyek, hanem akkor mászom a fára. Ott vannak a Mária Magdolnák, akik képesek áldozni, vagy feláldozni mindent, mert találkoznak azzal a szeretettel, ami mindent megváltoztat az életéből. Akiből Jézus ördögöket űzött ki, de kiűzte ezeket az ördögöket. Nem maradtak ott, kimentek, távoztak.
Aztán az utolsó csoportról beszélnék, én úgy írtam ide, hogy ők a megtért laodíceabeliek. Mit mond Jézus, mi a tanácsa, a felhívása a laodíceabeli gyülekezetnek? Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ez a felhívás. Mit üzen Jézus ennek a csoportnak? Mit üzen nekünk, adventistáknak? Nyilván azokhoz szól, akik halandóak felismerni a langyos állapotukat. Én mind a négy csoportnál, legyenek akár Nikodémusok, Péterek, Dávidok, vámszedők, bűnösök, paráznák, vagy megtért laodíceabeliek, azt látom, hogy ezek az emberek, akik önmagukat azért ismerik, mert hagyják, hogy Jézus megismertesse önmagukkal. Ők alázatra jutottak, és amikor szembesülnek az állapotukkal, akkor kérik és megtapasztalják Isten kegyelmét. Ők azok, akiknek van kapcsolatok a megváltójukkal, és képesek napról napra élni ebben a kegyelemben. Ez a négy csoport, ez igazán boldog, hálás, és eljut a mennybe. És én azt kívánom, hogy bármelyikkel tudunk azonosulni, vagy bármelyikben érezzük magunkat megfedve, húzódjon közelebb Jézushoz. Egyébként, ha megnézzük a laodíceai levelet, akkor az is olyan elgondolkodható, hogy a 9 versből 3 foglalkozik feddéssel. A maradék 6 azért másról beszél, mást is elmond. Van esély, van megoldás, és van örömhír. És én azzal szeretném zárni, amit Péter mondott Jézusnak a feltámadása után. Amikor megkérdezi, hogy szeretsz engem. Ugye ez is erről szól. Az ismeret, az Isten ismeret az egyenlő az Isten szeretetével. Nem mondhatja el valaki, hogy szereti Jézust, hogy ismeri, hogyha nem szereti. Vagy valódi ismeret, a valódi találkozás, az valódi szeretet kapcsolatot fog eredményezni. És ezzel zárnám is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Azt írja Ellen White a Jézus élete című könyvében. Az a kérdés, amelyet Krisztus tett fel Péternek, jelentős kérdés volt. Krisztus csak egyetlen feltételét említette meg a tanítványságnak és a tanítványi szolgálatnak. Ez pedig ez volt, hogy szeretsz engem. Lényeges feltétel. Bár Péternek lehet sok más képesítése, de Krisztus iránt érzett szeretete nélkül nem lehetne hűséges pásztor az Úr nyájának. Tudás, jó szándék, ékes szólás, hála és buzgalom mind segítséget jelentenek a jó munka végzésében. De ha a Jézus iránt érzett szeretet nincs meg a szívben, akkor a keresztény munkája csak kudarccal végződhet. Ezzel szeretném zárni ezt a délelőtti alkalmat, és azt kívánom, hogy amikor jövő héten találkozhatok itt egymással újból, és úrvacsorát vehettek, akkor érezzétek annak a megváltónak a szeretetét, aki lehajol hozzánk egyen-egyenként, és nem azért szembesít, mert bántani akar, hanem azért, mert arra vágyik, hogy valódi közösséget tudjon velünk jutni. Ezt kívánom mindannyiunknak teljes szívemből. Amen.